Húsvét vasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. És én a feltámadási szentmisén a megszentelt ételek között nagyon fontos, hangsúlyos volt a sonka, illetve a kenyér, amit kalács képében vittek egyébként az emberek. A sonka jelentősége, ez is szintén visszavezethető a zsidó Peszák ünnephez, hiszen a Peszák alatt a macesz, a keletlen kenyeret ünneplik ugye a zsidók, és az Egyiptomból való megmenekülésüket. A húsvéti asztal elmaradhatatlan kellékei a sonka és a tojás, ahogyan a húsvét jelképe a bárány. A keresztényeknél kifejezetten a feltámadás és a bőjt után a tojással, tejjel készített gazdag kalács tésztát szenteltették meg az ételszentelés során. Szintén a sonka, illetve a sonka húsnak a jelképeként jelképezi a bőjtnek a végét, a krisztusi feltámadásnak az öröm ünnepét. Megint csak azt lehet mondani, hogy komoly párhuzamai vannak a zsidó hagyományokkal. A zsidó ünnepkor bárányt szentelnek. Megkérdeztük a szekszárdi lakosokat, hogy milyen menüt készítenek húsvétra. Zézérmét fogok megtölteni aszalt szilvával, a másikat meg kolbászhússal is, vagy rizs, vagy krumpli, és ehhez barack befőtt. Van, aki inkább a hagyományosabbnak számító ételeket részesíti előnyben. A sonka, töltött káposzta, kakaspörkölt, ezek hagyományos ételek. Nagy öröm ilyenkor a családdal találkozni, Ferenc is így gondolja. Aglegénként nem nagyon készülök, kimegyek a családhoz, nagyjából ennyi nekem a tervem, és akkor ott ünnepelünk egy kicsit. Bátyáméknak van két gyereke, nekik van húsvéti csomag, meg van egy kisugom, aki 12 éves, neki is van húsvéti csomag. Velük úgy el leszünk egy kicsit, és így nagyjából nekem ennyi a húsvét. A legifjabbaknak is vannak már kialakult húsvéti étkezési szokásaik. A szalonna, hát meg még sok minden, de inkább egyébként a torva. Természetesen az ilyenkor szokásos édességekről sem feledkeznek meg. Nekem a húsvéti nyuszi csoki, meg hát a sonka, a szalonna, a főtt tojás, mint amik régen is voltak, azok most. Nekem a kedvencem a sült nyúl. Az babőjúcset. Egy sült nyúl, meg a kedvenc csoki tojásaim. A töltött csoki tojás. A gyermekek között is akad, aki a tradicionális fogásokat szereti. Nekem a húsleves. A húsvéti tojás nem csupán az ünnepi fogások, hanem a locsolkodás része is. A tojás a kereszténység megjelenése előtt is a termékenység örök élet szimbóluma volt. Színesre, díszesre festésük jóval később alakult ki. A piros szín Krisztus vérét jelképezi.